jár jelenleg közel 400 ezer ideiglenesen áttelepülésre kényszerült személy tartózkodik. Ebből 70 ezeren óvodákban és iskolákban vannak elszállásolva. Ahhoz, hogy ezek az intézmények folytathassák működésüket, a megyének meg kell oldania a menekültek elhelyezésének kérdését. Ennek érdekében kezdeményezték a megyei intézmények átrendezését. A katonai közigazgatás és az ENSZ kedreggel aláírta az első támogatási szerződést a Hribojedov utcában található komplexum felújításával kapcsolatban. Mindenki segítségére számítunk, de még nem tudjuk, hogy miként működik majd ez a rendszer az infrastruktúra túlterhelése nélkül. Külföldi partnereinktől, alapítványoktól, szervezetektől is kértünk támogatást, hogy fel tudjuk újítani az épületeinket, vagy újakat építhessünk, melyeket a továbbiakban szociális vagy tanulmányi célnal használnánk. Ahhoz, hogy az európai alapítványok támogatást nyújtsanak épületek felújítására vagy építésére, konkrét terre van szükség, melyben nyomon követhető, hogy milyen keretösszegről van szó, és hogy mire költik majd azt. Ezért a megyevezetősége kidolgozza az áttelepült személyek elhelyezésének tervezetét. A programba a Tisza Európai Területi Társulást is bevontuk, melynek közvetlen kapcsolata van a Régiók Bizottságával Brüsszelben részükről már van egy 15 ezer eurós pályázatunk, melynek segítségével megvalósulhat a tervezet kidolgozása. Kaptunk egy javaslatot. Készítsünk egy térképet, hogy a későbbiekben a térkép minden részét egy-egy adományozó szervezet vagy régió újítsa fel. Volodimir Csubirkó hangsúlyozta, hogy nem csak a megyei, hanem az önkormányzati épületek felújítására is sor kerül majd, melyek a háború befejezése és a menekültek hazatérése után a kistérségek használatába kerülnek.